oktatási helyszínt választott. Ez a rendezvény, én azt gondolom, nem csupán az üzleti kapcsolatok építéséről szól, hanem a közös gondolkodásról. A Top 100 bemutatóján azt mondtam, hogy az egészséges fejlődéshez szükséges versengésen túl vannak olyan közös célok, amelyek képesek egy irányba állítani minket, gazdasági és politikai szereplőket. Azt tudom közölni, hogy egy kis középvállalat, hiszen most róluk is van szó. Talán ez a novemberi hónap és a decemberi hónap azt kell mondjam, hogy az ő hónapjuk, hiszen nem másról van szó, mint egyrésztről a bértárgyalásokról, amit megkerültünk alá, illetve miniszterelnökről, mint alá a kormányával, a munkáltatási munkavállalattal együtt. Ami egy nagyon-nagyon fontos pontja annak, hogy hogyan alakul majd a bérek, a nyilván bérek a következő három évben, és mindenki emlékeztetett, hogy a 21-es gazdaságtervi akcióterv egyik pontja pont ez volt, a három éves megállapodás, bérmegállapodás tetőre hozatalhoz, hogy ezt kispipáltunk. Diversifikálni kell a kereskedelmünket, de az, hogy kis nyitott ország vagyunk, és 80% körüli a export per GDP arányunk, ezt ne felejtse senki, a belső piacaink a 10 milliós vagy már kevesebb piac az nem képez olyan lehetőséget, hogy külföldről gyorsan átállítjuk a gazdaságpolitikát belföldre és a belföldi piacok felé koncentrálunk. Gondoljuk, hogy ezért ki kell nekünk a tőkét, a tőkeprogramot, ezért mondjuk azt, hogy a láncs, a hegye a Demián Sándor programban az a tőkeprogram.